a református gyülekezet nyári tábort szervezett. Az aranyiskola legtapasztaltabb pedagógusával beszélgettünk. Egy igazi vígjátékra készülnek a Bartókban, Kisfaludi Tollából, Csadi Zoltán rendezésében. A Dunai Városi Cifra Bettina Lili az olimpia torna fináléjában. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják, Dunajváros híreivel jelentkezünk. Kérem, hogy tartsanak velünk. Híradóinkban rendszeresen beszámoltunk már a városunkban zajló nyári táborokról, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hosszú a sor. Most egy újabb táborba látogattunk el, a református gyülekezet angol táborába. A Rácsalmási Református Gyülekezet már 8 éve szervez nyári tábort a diákok számára, ezen a nyáron viszont beköltöztek Dunaujvárosba, és a református templom ad otthont az egyhetes tábornak, ahol a hitélet mellett az angol nyelvet gyakorolhatják anyanyelvi tanárok segítségével. Táborunk miről szól? Arról, hogy egyszer s mind van egy nyelvi része, hogy jobban megértsük az angol nyelvet, hogy tanuljunk meg megszólalni, beszélni. Ez úgy látom, hogy nagyon nehéz kell a fiataloknak beszélni, megszólalniuk, felnőtteknek is sokszor nehéz megszólalniuk, és ebben nyer bátorságot a csapat, mert közvetlenül tudnak beszélni anyanyelvi tanárokkal. Tehát közvetlenül tudnak anyanyelvi tanárokkal társalogni, és így felszabadulnak az angol óra nyomása alól. A másik oldala nyilván az, hogy református angol tábor, tehát a tartalmaink azok keresztény tartalmak, és szeretnénk Istenről is, az ővele való kapcsolatról beszélni. Fodor István szerint egyik kommunikáció sem egyszerű, sem Istennel való beszélgetés, sem az, ha idegen nyelven akarunk vagy kell megszólalnunk. Mindegyik kommunikációt igyekeznek segíteni, támogatni. A tábor rutinszerűen működik naponta. Reggel kezdünk egy áhítattal, azután rövid játék következik, és aztán pedig két tanóra, ami inkább csak az, hogy kis csoportos, beszélgetős, játékos órák. Azután az ebéd következik egy előadással, amiben pedig folytonos tolmácsolás van, és lefordítjuk azt az előadást, ami mindig másról szól. Van, hogy kifejezésekről, van, hogy kulturális különbségekről szól ez az előadás, és akkor így közelebb kerülünk kulturálisan is ahhoz, hogy kik vannak közöttünk. A kulturális sokszínűség, vagy éppen a másság kezelése mindannyiunk számára fontos feladat lenne. Mi felnőttek úgy tűnik nehezen, talán egyre nehezebben küzdünk meg vele. Éppen ezért is fontos, hogy gyerekeink, a következő generációk tudatosan kezeljék például ezt a témát is. Eztől azt kérdeztük, hogy hogy érzi, mit és mennyit ad neki ez a tábor. Egyre közelebb és közelebb érzem magamat Istenhez a tábor során napról napra, és mindig hitben sokkal erősebb leszek, miután a tábort elhagyom. Ez a hitéleti része, és fontos az is, hogy az angol nyelv használatában sikerül-e előbbre lépni. Hát az angolban is nagyon sokat fejlődtem mindig, minden évben, és próbálunk minden gyereknek azt javasolni, hogy próbáljon meg beszélni, mert végül is onnan tudnak a legtöbbet tanulni, ha használják a nyelvet, és nem a nyelvtani részét nézik a dolgoknak. Ha pedig a 17 éves Eszterrel sikerült beszélnünk, nem állhattuk meg, hogy ne kérdezzük meg tőle, mit tervez az életével, mihez szeretne kezdeni a következő néhány évben. Én elsősorban szeretnék egyetemre menni, a Semmelweisre, gyógytornásznak, és ha megadja a lehetőség, akkor szeretnék külföldön elhelyezkedni egy sportszövetségnél, mint gyógytornász. És félreértés ne essék. Esztert pozitív példának szántok, és annak tekintjük, okos, céltudatos, intelligens ifjú hölgy. Csak ő sem itthon tervez. De ez már nem a táborhoz kapcsolódó kitérő volt, ezt az élet hozta. A táborlakóknak sikeres és főleg kellemes időtöltést kívánunk. Múlt héten az Arany János Általános Iskola legfiatalabb pedagógusával ismerkedhettünk meg. Most a legtapasztaltabb szakemberrel, Fási Erikával folytatjuk a pedagógus életpályáival, mindennapjaikkal kapcsolatos sorozatunkat.
a szakember Nyíregyházán kezdte a tanári pályafutását. Itt az Aranyban 1990 óta tanít. Alsós tanítványaival aktívan használják a digitális eszközöket, telefonokat, táblagépeket, laptopokat. Az órákon rendszeresen kerülnek elő a különböző tanulás segítő és kvíz jellegű programok, amelyeket nagyon szeretnek a gyerekek. Véleménye szerint egy pedagógusnak fontos, hogy képes legyen megújulni, változni, ahogy változnak a gyerekek is. A pályának pedig számos szépsége van, például az a történet, amelyet most elmesél. A teljes beszélgetést pedig híradónk után a Napi Egy című műsorunkban hallhatják, illetve láthatják az érdeklődők. A szépsége maga az, hogy gyerekekkel. Nagyon szeretek tanítani, szeretek gyerekek között lenni, és mindig történnek olyan dolgok, amik úgy érzelmileg megérintik az embert. Most például egy héttel ezelőtt történt egy olyan, hogy az ebédlőbe mentünk, és az egyik gyerek nem volt befizetve. Most amiért nincs semmi tragédia, egyszerű szülői feledékenység, vártuk az ebédjét, a gyerekek azt látták, hogy ő az üres asztalnál ül. És akkor az egyik gyerek fogta a levesét, átrakta neki. A másik kért repetát, azt tette ő elé. A harmadik a túrórudiát adta oda, a negyedik a tejmentes szeletét rakta oda, és hát törölgetni kellett a szememet. Szerintem ez egy nagyon-nagyon megható kis esemény volt, és az ilyenek történnek. Vagy amikor ugyanez az osztály elsőskorúban történt, hogy matematika órán egy szerencsekerékkel műveleteket vetítettem ki, és a párok előtt kupakok voltak, azon voltak ezeknek az eredményei. És versengtek tulajdonképpen a párok, hogy ki találja meg hamarabb a megfelelő kupakot, megfelelő eredményt, és akkor így félszemmel láttam, hogy az egyik gyerek úgy gondolta, hogy nem veszem, és áttolt a másiknak, mert neki még nem volt egy se. Egy elsőstől ez nagy dolog. Tehát ezek az ilyen történések, meg hát a gyerekek szeretete, ez az, ami a pályán tartott végig, meg még remélem egy jó ideig. Csadi Zoltán rendezésében megkezdődtek Kisfaludy Károly Csalódások című vígjátékának olvasó próbái. A bemutatóra egy picit várni kell a Dunaújvárosi Színház kedvelőknek, ugyanis a darab csak 2025. februárjában kerül a színpadra. A magyar irodalomtörténet Kisfaludy Károlyra, mint a magyar vígjáték megalapítójára tekint, aki a reformkor időszakában élt és teljesedett meghatározó szerzővé. Kisfaludy gazdag drámai munkásságának legsikerültebb vígjátéka a Csalódások, ami tekinthető az első magyar vígjátéknak is. Ez a darab pedig 2025-ben beköltözik a Bartók Színház színpadára. Ennek a műnek már elkezdődtek az olvasó próbái Csadi Zoltán rendezésében. Egy igazán különleges, újszerű produkcióról beszélhetünk, mert hogy maga a szöveg az teljes mértékben újraíródott és újjáalakult. Kovács Viktor és Kovács Dominik, egy szerzőpáros, ikrek, fiatal szerzők, ők voltak azok, akik tulajdonképpen bizonyos szempontból magyarították, mondhatom ezt, a szöveget, vagy közel hozták a mához, és jelen idejűvé tették. Számomra nagyon fontos színházi alkotóként, hogy azokat a darabokat, azt a drámakincset, ami a magyar irodalomnak egy nagyon masszív és nagyon jelentős része, és ami a 19. századhoz, a 20. századhoz is kapcsolódik, hogy ezeket újra és újra elővegyük, rátekintsünk a jelenből, a mából, és ezeket a darabokat közel hozzuk a mához. A Csalódások főhőse Lombai, az uradalmi intéző, aki nagyra törő terveket sző, gazdag és előkelő particán fiának és nevelt lányának is. Hogy a fiatalok szeretik egymást, a zordatját nem hagyja meg, sőt vérszemet kap. Nem elégszik meg a gyerekek sorsának elrendezésével, boldog-boldogtalan igyekszik összeborulni egymással. Elképzelései azonban ritkán találkoznak az érintettek szándékaival. De hogy alakul pontosan, az majd kiderül a színpadon. Egy zenés darabról beszélünk, mert hogy több betétdal is lesz majd az előadásban a jelenetek között, jeleneteket helyettesítendő lesznek majd betétdalok, úgyhogy egy ilyen izgalmas, különleges, pergő zenés vígjátékra készülünk a nyár folyamán, és akkor ebből lesz egy házi főpróba, egy zárt körű házi főpróba itt a színházban, és akkor elcsomagoljuk a darabot, eltesszük,
és ha tél folyamán, 25 telén, pedig elővesszük majd, és egy felújító próbával, egy hetes felújító próbával felújítjuk, és február második felében lesz majd a hivatalos, rendes, nyilvános bemutatója, premierje a Csalódások című előadásnak. Kisfaludi Csalódás vígjátéka tehát 2025. februárjában érkezik a nagy érdemű számára a Bartók Színház társulata jóvoltából. Már javában zajlanak a 2024. évi olimpiai játékok, dunaújvárosi versenyzőkért is szoríthatunk. A tornászok részéről például Cifra Bettina Liliért, aki parád és versenyzéssel a 18. legjobb eredménnyel jutott be az egyéni összetett fináléjába. Tenka János jelentkezett Párizsból telefonon. Remekül kezdte az olimpiai szereplését Cifra Bettina Lili. A DKS-e fiatal tehetsége áprilisban még egy szerencsétlen leérkezés miatt sérüléssel is bajlódott, az EB-t ki is kellett hagynia. Most azonban már a párizsi olimpián bizonyíthat. Trenka Jánost értük el hétfő délután a francia fővárosban, telefonon. 4-6 hetet ki kellett hagyjon. Ez azt jelenti, hogy május végéig egyáltalán nem tudott dolgozni a lábán, sőt, inkább azt mondja, május közepéig. Hát olyan sok időnk nem volt az, hogy fölkészüljünk a többire, és természetesen innentől kezdve viszont folyamatosan kellett adagolni a terhelést. Tehát ebből a szempontból tényleg nem bizonyult túl könnyűnek a felkészülés. Már maga mentálisan is, hogy az Európa-bajnokságról így kimaradt, de hát én próbáltam azért ezzel vigasztalni, hogy Lili, egy EB-t nem cserélünk le az olimpiára. Lili a vasárnap délutáni selejtezőn mind a 4 szeren megmérette magát. Jól szerepelt felemás korláton, gerendán, talajon és ugrásban is. Bejutott a fináléba, amelyet csütörtökön rendeznek majd. Trenka János értékelt az eredményeit. Felemás korláton megnéztem, több mint egy pontot javult a világbajnokságon bemutatott gyakorlatához képest. Az egy nagyon-nagyon nagy fejlődés, és még mindig van benne potenciál, aminek szintén nagyon örülök. Gerendán a tisztasága javult. Próbáltunk ott is új elemeket csinálni, a felugrás, de abban nem sikerült belerakni plusz 1/10-et, mert lehet, hogy a D, tehát a nehézségi pontszám az erősebb lett volna, ugyanakkor a kiviteli pontszámban viszont lehet, hogy ugyanazt levonták volna, innentől kezdve nem rizikoztunk. A selejtező vasárnap volt, Lili pedig hétfőn pihent, kedden és szerdán pedig edzések várnak rá a finálé előtt. Mai napon egy pihenő napot adtam ki, tehát ma pihentünk, és hát azt mondom, hogy volt passzív, de aktív pihenés is, és holnap után természetesen 2-2 edzés, és aztán azt követően megyünk és csináljuk a versenyt. Ha csak a tornászokra gondolunk, akkor érdemes megjegyezni. Augusztus 1-én, azaz csütörtökön szorítsunk együtt a magyar sportolókért, drukkoljunk együtt Cifra Bettina Lilinek. Egy hír még az olimpiáról és a női vízilabdáról, ami talán jobban dobogtatja a szívünket. Végigvezetve aratott magabiztos 12-7-es győzelmet Kanada ellen, a 3 DFB-e játékossal felálló magyar női vízilabda válogatott az olimpia csoportkörének második fordulójában. A találkozó után Mihók Attila szövetségi kapitány a Magyar Vízilabda Szövetség honlapján értékelte a csapat teljesítményét, és így nyilatkozott. Rögtön az elején sikerült néhány olyan játékelemet behoznunk, amit talán egy picit hiányzott a hollandok ellen. Center gól, kiharcolt 5 méteres. Ez meg is teremtette azt az előnyt, amit aztán végig tudtunk vinni. Ez különösen a harmadik negyedben jelentett sokat, ahol nagyon keveset támadhattunk, mégis tudtuk tartani a megszerzett 3 gólos különbséget. Jó lehet a kontrafaltok után, ami az egyik legveszélyesebb játékelem, folyamatosan hátrányból kellett visszazárni. Sikerült azonban megtenni ezt a 2-3 extra kartempót, amivel akár a reménytelenek tűnő helyzetet is meg tudtuk menteni. A végén pedig lőttünk egy olyan szenzációs gólt, ami visszaterelte a meccset az eredeti medrébe. Válogatottunk legközelebb a kínai csapat ellen ugrik medencébe augusztus 2-án, szintén este 8 órától. Drukkolunk nekik és a dunaújvárosi különítménynek. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm azt, hogy velünk tartottak. Természetesen legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra!
készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.